Idei utolsó munkaterv szerinti ülését tartja csütörtökön, azaz december 13-án Szolnok megyei jogú város közgyűlése. A képviselők főként gazdasági, pénzügyi témájú előterjesztésekkel foglalkoznak majd. Köszöntöm nézőinket! Ezekről még döntés előtt című műsorunkban bővebben is hallhatnak. Ahogy ezt már megszokhatták, a műsor egyik vendége Szabó István alpolgármester. Jó estét kívánok, alpolgármester úr! Tőlem jobbra pedig a frakció képviseletében, illetve a képviselőtestület egy-egy tagját köszönhetem, Molnár Ivánt, illetve Pilák Imrét. Jó estét kívánok önöknek is! Jó estét kívánok! És itt szeretném elmondani, hogy a Jobbik frakciónak is tolmácsoltuk a meghívást, képviselők azonban más irányú elfoglaltság miatt ezúttal nem értek rá eljönni a műsor felvételére. Nézzük akkor a legfontosabbat, talán a költségvetés ezévi utolsó módosítását. Alpolgármester úr. Igen, hát ugye minden közgyűlésen az egy hónap alatt, a két közgyűlés között eltelt időszakban bekövetkezett változásokról tájékoztatni kell egyrészt a képviselőtestületet, másrészt pedig a lényeges pénzügyi tranzakciókról a módosítást végre kell hajtani. Most is van. Állami támogatások vonatkozásában három fontos elem van, amiről talán érdemes beszélni. A különböző óvodai, egészségügyi, idősellátási területeken a normatív támogatások megérkeztek, ezzel a költségvetésünket módosítani kell. Összegszerűségében nem, azért nem olyan óriási nagy összegről van szó, mint egy 38 millió forintról, de hát azért nyilván ez is fontos terület, és ugye az a kérdés merül itt föl, hogy a bérfejlesztések vonatkozásában az állam tehermentesítse valamilyen szinten az önkormányzatokat, és így a különböző járulékoknak az átvállalását az állam állami támogatással oldja meg. Talán a működési célú támogatások vonatkozásában szintén van egy jelentősebb 4,8 millió forintos forrásbővülés, amit szintén tartalmaz a költségvetésünk módosítása. Bevételek, amit az önkormányzat közvetlenül elért bevételek szintén szerepelnek, mint egy 4 millió forintos nagyságrendben. Tartalék átcsoportosítás, ez egy nagyobb összeg, ugye három tartalék kategóriát tartalmaz a költségvetésünk, az itt bekövetkezett változások szintén jelentősek, és ezt tartalmazza. Működési célú támogatás, ami közvetlenül a televíziót is érinti, egy elég jelentős összeggel, mint egy 27 millió forinttal növeltük a televíziónak az ez évi, még 2018-as támogatását. Általános tartalékban szintén van egy 21 millió forintos, és a fejlesztések vonatkozásában, az áfa elszámolás vonatkozásában, mint egy 40 millió forint. Úgy gondolom, hogy ezek a leglényegesebb kérdések. És így összességében akkor rendben van a város büdzséje? Igen, miután ugye forrás bevonásáról, ugye nem többletköltség vagy többletkiadásokról van szó, hanem forrásbővülésről, így azt kell mondanom, hogy igen, rendben vagyunk. Uraim, önök is így látják? Én is ugyanígy látom. Én azt gondolom, hogy az alpolgármester ezzel kapcsolatosan mindent elmondott. Én még egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Tegnapi bizottságülésen elhangzott, hogy az önkormányzatunk támogatni fogja jövő évben egy munkácsi kiállítást, amit én nagyon nagy örömmel vettem. Azt hiszem, hogy 11 millió forintot fogunk erre áldozni. Úgyhogy én még ezzel talán kiegészíteném, hogy ez még egy, azt gondolom, nagyon fontos tétel, és én azt gondolom, hogy ezt a szolnokiak nagyon nagy örömmel fogják fogadni. Régen volt, ha jól emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy 14 néhány évvel ezelőtt itt egy nagy sikerű munkácsi kiállítás, és azt gondolom, hogy ez most is igen-igen nagy sikerű lesz. Molnár úr? Hát én úgy gondolom, hogy a szokásos havi átcsoportosításokról van szó, mint hogy a polgármester úr is elmondta, tehát az államtól jött támogatásoknak a jóváírása, illetve beépítése, illetve mint ahogy úgy szintén említette, a tévé, az abonovák, a színház plusz igényeinek támogatása, illetve képviselőtársam is mondta, 12 millió forinttal a munkácsi kerítésnek a támogatása is megtörtént. Ezek mind most belettek építve.
maradjunk pénzügyi gazdasági témáknál, és ha úgy tetszik, akkor fogalmazunk úgy, hogy jöjjön egy keményebb dió. A korábbi évek hagyományaitól, megszokásaitól eltérően nem március-április táján kell az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak benyújtaniuk a üzleti terveiket a következő évre vonatkozóan már a városi költségvetés birtokában, hanem megfordult ez a fajta tendencia. Már most decemberben mind a 11 cégnek be kellett nyújtani az üzleti tervét, és hát azért a bizottsági üléseket végig ülve, végig hallgatva nem lesz egyszerű abszolválni a 2019-es évet, talán egyik önkormányzati cégnek sem. Igen, tehát akkor két dologgal foglalkozunk. Az első dolog, amiben érdemes megemlíteni, hogy valóban azt szeretnénk, hogy a 2019 az 12 hónapból állna, ha úgy tetszik, akkor 365 napból. Ugye ez egy fontos dolog, akkor, amikor év közben fogadjuk el a gazdasági társaságnak az éves üzleti tervét, az ugye mindig mi van akkor az első 3-4-5 hónappal. Így viccből el szoktam mondani, hogy sajnos én találkoztam már a működési pályám során olyannal, amikor jelentős nagy állami tulajdonú cégnek az éves költségvetést októberben fogadták el, az éves tervét októberben fogadták el, ugye hónapokon keresztül ment a küzdelem. Nyilván az utolsó két hónapban érdemben a cég vezetése már nem tud beavatkozni a gazdasági folyamatokba. Hát nyilván olyan is volt az. Ezt szeretnénk ezzel az intézkedésekkel, hogy legyen 12 hónap, fogadjuk el a gazdasági társaságokat, az önkormányzat gazdasági társaságainak az éves tervét decemberben, hogy ők 12 hónapon keresztül tudják a folyamatokat kézbe tartani, befolyásolni. 11 gazdasági társaságnak a költségvetése szerepel a holnapi közgyűlésünkön. Volt már róla szó korábban is, csak most megerősíteném, hogy a városnak az volt az elvárása, hogy bázis alapra tervezzenek. Tehát a 2018-as gazdasági év legyen az alapja a tervezésnek. Nyilván tudjuk azt, hogy egy év során azért sok minden változik, nyilván valamilyen módosításokra sor kerülhet, de azt azért nagyjából egészében látni kell, hogy a források azért nem bővülnek olyan szinten, hogy itt valami jelentős vagy számottevő költségvetési támogatás növekedésére lehet számítani. Azért szeretném azt is elmondani, hogy a gazdasági társaságaink, nyilván ezek a város működését, üzemeltetését, a különböző kulturális területeket és egyéb területeket érinti, vagy a város működését, város fejlesztését érintő gazdasági tevékenység a gazdasági társaságoknál, azért nagyon jelentős, megmondhatom a számot is, több mint 1,3 milliárd forintos önkormányzati támogatást kapnak. Tehát nyilván egy nagyon fontos dolog ez, hogy ezzel az összeggel, meg az általuk extern szolgáltatásba még befolyó saját bevételeikkel racionálisan és észszerűen gazdálkodjanak. Nagyjából erről van szó, de megértem azt, hogy a bizottságoknál komoly vita észrevétel merült föl ezzel kapcsolatban. 1,3 milliárd forint, ez a 300 millió forint. Tehát ezzel azért komolyan kell gazdálkodni, erről van szó. Önök hogy látják az önkormányzati cégek helyzetét, kilátásait? Én azt gondolom, hogy a bázis évvel történő tervezés, az egy kicsit mint elv, az nagyon jó, hogy akkor 12 hónapra tervezünk előre az előző évben, azonban hát nyilván az időközben azért lesznek költségnövekedések, amiket az ebben az évben sem igazán tudtak jól kezelni. Itt kimondottam, hogy leginkább a bérköltségekre gondolok, ugye nem tudjuk, hogy a jövő évben mi lesz a bérminimum, és a gazdasági társaságoknak ezzel kellett tervezni. Ez ugye egy elég nehezen tervezhető tétel. A másik probléma itt a jövő év kapcsán, hogy a város ugye támogató képessége az ugye nem fog nőni, az alpolgármester úr is elmondta, hogy
nagyjából ugyanannyi pénz, eszköz fog rendelkezésre állni. Ugye ez adódik abból is, hogy a kormány az egy regresszív támogatási politikát folytat. Arról szól a történet, ugye, hogy minél nagyobb az önkormányzati adóbevételünk, annak mértékében annál kisebb az állami támogatás, tehát gyakorlatilag hiába lesz több adóbevétele a városnak, több pénzügyi forrással nem tud gazdálkodni, és ugye ez hozta ezt a körülményt, hogy ezeknek a gazdasági társaságoknak az idei év pénzeszközzel, bázissal kell tervezni. Ugye nagyon sokan kifejezték ebbéli aggodalmukat a gazdasági társaságok vezetői részéről. Volt, akinek nem okozott ez akkora problémát, kimondottan a szimfonikus zenekar már láttam ezeket a aggodalmakat. Én azt gondolom, hogy azért ezt azért meg lehet oldani. Januárban erre majd még lesznek tárgyalások. Én bízok benne, hogy ettől függetlenül ezek fognak működni, illetve ezeknek a gazdasági társaságnak a jövő évben azért nem kell ezeket a éves terveket nagy mértékben módosítani. Molnár úr? Én úgy gondolom, hogy először is nagyon jó ötlet és nagyon jó dolog, hogy a társaságoknak a üzleti terve már decemberben elénk kerül. És azzal is maximális egyetértek, hogy bázissal kell tervezni, mert ha később bármi probléma felmerül, akkor az könnyebb korrigálni, mint ha most esetleg elszalad a dolog, mert tényleg úgy van, hogy azért az adóbevételek sem nőnek annyira, hogy itten komolyabb emeléssel lehessen számolni. Tehát biztos, hogy az olyan társaságoknál, ahol a saját bevétel jóval kevesebb, és kifejezetten az önkormányzat támogatására vannak utalva, mint itt képviselőtársam utalta a szimfonikus zenekarra, vagy úgy szintén ilyen jellegű a Banovák Agóra, a színház, itt rá van szorulva arra, hogy az önkormányzat támogassa, de azért ott is mindent meg kell tenni a saját bevételek növelése érdekében. Tehát mindenképpen célszerű olyan üzletpolitikát folytatni, mint a tévén és a reklámpolitika egyebek, amivel pluszbevételeket lehet szerezni, ami segíti a éves működést, és nem csak az van, hogy az önkormányzat támogatására próbál támaszkodni. Én bízom benne, hogy a béremelkedéseket is részben tudják majd ezek a társaságok kompenzálni, és csak az önkormányzatnak részben kell segíteni benne. A polgármester úr közben jegyzetelt. Igen, hát ugye olyan észrevételek hangzottak el, amire érdemes reagálni. Tehát ugye kezdjük az a bérek témája. Ez ugye már vagy harmadik éve folyamatosan napirenden van. Nyilván nagyon fontos dolog, nagyon fontos. De azért tudni kell, és világosan érzékelni kell azt, hogy a gazdasági társaságoknál nem csak humán költségek vannak. Tehát nem csak bérköltségek vannak, hanem egyéb más, ugye tárgyi eszköztől kezdve az energia költségen, egyéb szolgáltatási költségek keresztül számol. Tehát ugye azzal is foglalkozni kell, nem lehet csak arra fókuszálni, hogy csak humán költség, ugye, amiben a bér és azoknak a közterheit értjük. Tehát ez egy nagyon fontos elem. Hogyha megnéznénk a társaságoknak a költséggazdálkodását, akkor rájönnénk, hogy van olyan társaság, ahol nagyon magas a humán költség, mert nyilván a szolgáltatási területe elsősorban az élő munkára alapozott, de van más társaság, ahol nem ez a jellemző. Tehát ugye arra biztatnám a gazdasági társaságoknak a vezetését, menedzsmentjét, hogy tessék odafigyelni, és a saját lehetőségeit, a saját ötleteit érvényesíteni a költséggazdálkodás területén. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Nem elismerem azt, hogy azért ugye a bázis, mint alapgondolat, ez volt a meghatározó 2019 évre, azért van olyan gazdasági társaság, aki a bázis alapján tervezi meg, vagy fogadtatja el a 2019-es költségvetését, akkor azért lesz neki nehéz helyzete, ez számszakilag is ugye akár be tudnám mutatni, hogy számottevőben csökken esetleg neki a költségvetési bevétele. Hát ott ugye más megoldásokat kell találni. Reakció esetleg erre, vagy mehetünk tovább? Én azt gondolom, ez eléggé kitárgyaltuk. Oké. Okay. Csak nem akartam, hogy bárkiben is benne maradjon még egy vagy két gondolat itt a jövő évi üzleti tervek kapcsán. Igen, talán még annyit tudnék hozzátenni, hogy,
hogy amit én mindig is szoktam mondani, hogy ha valamit azért megcsinálunk, tehát egy gazdasági társaságnak kiadunk egy feladatot, akkor azt azért támogatni is kell. Tehát minél több feladatot terhelünk egy-egy társaságra, nyilván, és elvárjuk azt, hogy megfelelő szinten teljesítse, akkor azt megfelelően finanszírozni is kell. Következő témánk a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-t érinti. Az ő általuk ellátott feladatokkal, beruházásokkal, projektekkel kapcsolatban kell egy előterjesztésen belül két döntést is meghozni a testületnek. Az egyik ugye a Tisza parkot, a másik pedig a Tüdő kórház parkját érinti. Igen, hát mind a kettő folyamatban lévő beruházás, ugye látjuk, aki arra sétál, az észreveszi, hogy a Várségi Gimnázium előtti park nagyjából egészében elkészült, sőt, ugye egy átadása, vagy üzembehelyezése, vagy forgalombehelyezése már megtörtént. Ott egy pavilonnak a építése, a régi gázfogadónak a helyén ez van napirenden. Ez egy 200 négyzetméteres pavilon, ami nyilván gazdagítja a Tiszapartnak a szolgáltatási területét. Erről van szó. Megjelenésében egy ízléses, szép pavilonról van szó, ami nyilván ezen a 200 négyzetméteren, ami ezt a funkciót fogja betölteni, a város és az ide látogató turistáknak a kiszolgálását szolgálja. 39 millió forintos költségről van szó ennek a pavilonnak a megépítése. Úgy gondolom, hogy ez ár-érték arányban is teljesen rendben van, 200 ezer forint négyzetméter ár alatti díjjal, tehát ez teljesen rendben van. És meg vagyok győződve, hogy a Tiszaparton sétáló vendégek el fogják ezt fogadni, és használni is fogják. Ezáltal viszont a befejezési határidő tolódik. Így van, ha jól emlékszem, 2019. június 30-a a Tüdőkórház parkjánál. Ott is vannak park, igen, hát a játszótér itt, ami egy új elem, ennek a kivitelezés és megvalósítása, ami elsősorban a Tüdőkórház mögötti parknak, ami az ősparknak nevezzük mi, hogy a Tüdőkórház és a lakópark közötti területnek a rendbetétele, és ott egy új játszótér és az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális elemeknek a kiépítéséről szól. Ura? Én azt gondolom, hogy ez a két park a város életében ugye nagyon fontos szerepet dől be, mint helyileg. Ugye a Tüdőkórház mögötti park, az ugye azt lehet mondani, hogy a városnak a legnagyobb park lesz, az valóban egy ős park jellegű, tehát ott nagyon régi fák vannak. Ott ezt az értéket mindenféleképpen meg kell hagyni. Míg a Tiszaparton a megnövekedett valóban, én azt gondolom, turista forgalmat célszerű lesz kiszolgálni. Nem, ez nagyon szép lesz, tehát jó fog kinézni, álláspontom szerint lehet, hogy egy kicsit túlépített lett, de nem tudom, ezt majd az élet eldönti, hogy a Tiszaparton az a park, ami egyébként ez egy jó kis ligetes park volt, árnyos, meglátjuk, hogy milyen lesz. Egyébként a fejlesztését természetesen mind a kettőnek én is támogattam. Hát én örömmel fogadtam mind a két beruházást. Hát egyszer a Tiszaparton az a gázfogadó az egy igazi torzó volt, tehát az megszűnt ott, az nagyon jó, és tényleg ott egy olyan egység kerül kialakításra, ami a ide érkező vagy itt tartózkodó vendégeknek a kiszolgálását segíti. A játszótér teljesen megújul, egy nagyon szép új park lett kialakítva, új utcabútorokkal mindennel felszerelve. A másik, a Tüdőkórház, az meg egy régi problémánk volt, és végre eljutottunk oda, hogy az a hatalmas épület, ami tele volt veszélyes anyagokkal, lebontásra került, és végre a park is megnyitható és használható lesz az embereknek. És ahogy a képviselőtársam is mondta, tényleg egy ős park, tehát ez egy nagyon szép park, és minél hamarabb és minél szebb körülmények között jó, ha tudjuk majd használni itt a lakosság részéről. Ugye elindult ott a fejlesztés, megújult a híd, a Tüdőkórház most már megújul,
épül a körforgalom, épül az út, tehát a Tallinn közöttnek egy nagyon szép fejlesztése fogott végre hajtódni. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak. A legfontosabb előterjesztéseket azt gondolom sikerült átbeszélni. Nyilván a legnagyobb volument akár darabszámában is az önkormányzati cégek jövő évi üzleti tervei jelentik majd a csütörtöki közgyűlésen, melyet ezúttal is élőben kísérhetnek majd figyelemmel kedves nézőink. Tehát csütörtök reggel 9 órától kapcsoljuk majd a Városháza dísztermét. Most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!